megnéztem egy meccset, nagyon szimpatikus volt. Te esetedben nem új keletű a kék-fehér szerelem, ha nevezhetjük szerelemnek. Hogyan jött ez az életedbe? Egyszer csak 2015-ben egy telefonhívást kaptam, hogy mi lenne, hogyha az MTK-val elkezdenénk a férfi futballklubbal egy valamiféle megállapodást kötni, és akkor azt mondtam, hogy próbáljuk meg. Mindig is szimpatikus klub volt az MTK, hiszen a tulajdonos úrunk az körülbelül 60 éve biztos, hogy MTK szurkoló. Mindig hallottam, hogy így MTK meccs, úgy MTK meccsen járt kint, amikor még fiatalabb volt, és akkor elkezdtük a közös munkát. Körülbelül 2015 óta a férfi futballklubnál ott vagyunk, mint támogatók, segítők, szponzorok, és hát a 2022-es évben kezdődött körülbelül, amikor a női kézilabda csapat az MTK-nak a kerületben, a 17. kerületben kezdett el játszani. Megnéztem egy meccset, nagyon szimpatikus volt. Nekem mindig is az a szimpatikus, amikor fiatalokat építenek be, próbálják igazából a saját nevelési játékosokat beépíteni a csapatba, és hát igazából az MTK az pont egy ilyen csapat. Én úgy gondolom, hogy mind a futballnál, túlnyomó részben, mind a kézilabdánál, és igazából sok beszélgetés hatására úgy döntöttem, hogy szeretném, hogyha az MTK női kézilabdába is egy pici szerepet tudnánk vállalni, mint segítők. Milyen volt a mérkőzésnek a hangulata, mennyire sikerült esetleg megismerni már a játékosokat, illetve az MTK Budapest női kézilabda csapatánál dolgozókat, milyen a kapcsolat velük? A kapcsolat, azt kell mondjam, hogy nagyon jó, mint ahogy itt állok is, tehát igazából ez is arra lehet következtetni. Játékosokkal, egy-kettő játékossal, illetve a stáb egy-két tagjával már beszéltem. Nagyon szimpatikus mindenki. Én úgy gondolom, hogy az MTK az egy ilyen nagyon családias klub. Én úgy gondolom, hogy a játékosok is ezt átérzik, és igyekeznek mindent oda tenni a pályán, egymásért harcolnak, teljesen szimpatikus, ahogy hozzáállnak a meccsek. Ez a hangulat nagyon, úgymond megint csak családi a stadionba. Én azt mondom, hogy nekem nagyon szimpatikus a klub, meg az egész millió, ami körülötte van, úgyhogy örülök, hogy itt lehetek.